Üdvözlöm nézőinket Borsodaba Új-Zemplén megye 43 településén. A Szerencsi Televízió térségi krónika című műsorát látják, amit televíziónk honlapján műsorunkkal azonos időben online nézhetnek számítógépen, táblagépen és okos telefonon egyaránt. Kuti Kuruc Hajnalka vagyok. Legfontosabb híreink röviden. Környezettudatos hulladékgazdálkodás Zemplénben. Kitüntetések a városnapján. Medgyes Hotel új ékszerdobot Szerencs szívében. Országismereti versenyen a bocskaisták. Emléktorna a 4 éve elhunyt rendőrért. Megszentelték a felújított tokai templomot. Spisák Lajos emlékét őrzik a horgászok. Szerencsváros kupán az asztali teniszezők. VPC magyar bajnokság Szerencsen. 2013-ban támogató döntésben részesült a 4 éve előkészítés alatt álló Abaúj Zempléni Szilárd Hulladék Gazdálkodási Rendszer teljes kiépítése című projekt, amely 4 milliárd 732 millió forintból valósul meg, és egy nyugat-európai színvonalú hulladékgazdálkodási rendszer kiépítését teszi lehetővé. Április 17-én a ZHK Bodrogkeresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ udvarán időkapszulát helyeztek el. Az esemény résztvevőjét Mayer József, az Abaúj Zempléni Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke nyitotta meg, aki beszédében emlékeztetett arra, hogy 2001-ben 22 önkormányzat részvételével indult el a hulladékgazdálkodási rendszer kiépítése Zemplénben. Jelenleg a szervezetnek 81 önkormányzat a tagja. Az elnök többek között arról is szólt, hogy ez az elnöki feladat a legkedvesebb a számára. A sok vita ellenére is a polgármesterek összefogtak egymással a jól működő hulladékgazdálkodás érdekében. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a zempléni és az abaúji települések vezetői több fontos kérdésben összefogtak és együtt gondolkodtak, mint például hulladékgazdálkodása sok nézeteltérés és vita ellenére is. Az országgyűlési képviselő elismerően szólt Hercsik István kitartó munkájáról, a Zemplénben és Abaújban élők megtalálták az ügyvezető személyében azt az embert, akiben megvolt a kellő affinitás és célba vitte ezt a több mint 4 milliárd forintos beruházást. Szabó Zsolt a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára beszédében kiemelte, hogy új kezdet alapjait teszik le ezen az áprilisi alapkőletételen, melynek az az elsődleges célja, hogy a szemét ne az út szélére, elhagyatott területekre, bányákba kerüljön, hanem a biztonságos és környezetbarát hulladéklerakókba. Szabó Zsolt hangsúlyozta azt, hogy a kormány át akarja szervezni a teljes magyar hulladékgazdálkodást úgy, hogy ez egyharmad-egyharmad arányban jelent szelektíven gyűjtött hulladékot, úgynevezett éghető vagy újrahasznosítható kategóriát, valamint a lerakóba kerülő szemetet. Hercsik István, a ZHK Zempléni Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője arról szólt, hogy az új és korszerű rendszer kiépítése legalább 30 évre biztosítja a lakossági szilárd hulladék környezetkímélő elhelyezését. Az ünnepségen az is elhangzott, hogy a program keretein belül 6000 komposztálót osztanak ki, 110 darab szelektív hulladékgyűjtősziget kerül kihelyezésre Bodrogkeresztúron, Sárospatakon, Sátoraljaújhelyen és Tokajban hulladékudvarokat alakítanak ki. 2011-ben gyorsult fel a projektnek az előkészítése, akkor már konkrét tervek készültek, és hát az elmúlt 3 év az tulajdonképpen arról szólt, hogy ezeket a terveket kiérleltük, pályázatokat pontosítottuk, és gyakorlatilag az építés az jelen pillanatban indult el. Ez év szeptember 30-ára az építésbe kell, hogy fejeződjön. Próbaüzem után úgy gondoljuk, hogy január 1-től teljes üzemben, egész Zemplén területén üzemelni fog a rendszer. A rendszer önmagában egy több mint 4,7 milliárd forintos fejlesztést jelent. Ez alapvetően két jelentős részre bontható. Az egyik a logisztikai fejlesztés, ez alatt különféle járműveket, gépeket, eszközöket értünk olyan 800 millió forint értékben. Egy közel 400 millió forintos értékben különféle gyűjtő edényeket, eszközöket szerzünk be. Ugye itt a szelektív gyűjtés kiszélesítése az egyik fő cél. A másik, majdnem 3 milliárd forint értékben pedig épül a feldolgozó mű, ugye ezen a helyszínen, egy komposztáló mű szintén ezen a helyszínen, és 4 darab hulladékudvar. A
sárga kukás rendszer, ugye így híresül ez el majd itt Zemplénben is, tehát ez a szelektív, házhoz menő szelektív gyűjtésnek a rendszere, ez arra lesz alkalmas, hogy a háztartásban keletkező papír, különféle műanyagok, PET palackok és fém hulladék, itt ilyen konzervdobozokra, ilyesmikre gondolunk alapvetően, gyűjtését valósíthatjuk ezekben a kukákban meg. Nem teszünk ebbe zöld hulladékot, és nem teszünk ebbe vegyes hulladékot. A vegyes hulladékot azt ja, már hagyományos zöld kukában kell majd gyűjteni továbbra is, a zöld hulladékra pedig egy zsákos rendszert fogunk bevezetni, hogy azt is külön lehessen úgymond szelektíven gyűjteni a többitől. Most a zöld kukában gyűjtött vegyes hulladék kerül majd ebbe a feldolgozóba, ahol ezt a hulladékot válogatjuk, előkezeljük, és alapvetően hát három részre bontjuk, az egyik, amely energetikailag hasznosítható, a másik, amely ilyen zöld anyagokat tartalmaz, tehát komposztálni fogjuk, és a harmadik, amely nem hasznosítható, tehát le kell rakni továbbra is. A szelektív hulladékgyűjtés, annak a házhoz menő része és a gyűjtőszigetes része sem fog a fogyasztóknak pénzükbe kerülni, tehát ez ingyenesen történik, ez nagyon fontos, sőt a zöld hulladékgyűjtés is ingyenesen történik. A fogyasztóknak továbbra is csak a vegyesen gyűjtött hulladékokért kell fizetni ezt a szokásos díjat, amit kapnak ugye negyed évente csekken. Be lesz vezetve egy úgynevezett kéttényezős díj. Ez azt jelenti, hogy a kukák ilyen kis csippekkel meg lesznek jelölve, az autók érzékelni fogják, amikor a kukákat ürítik, és a kéttényezős díj az egy ilyen rendelkezésre állási díjból és egy konkrét ürítési díjból fog állni. Az esemény végén Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára, Hercsik István, a ZHK Zempléni Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. Ügyvezetője, Hörcsik Rihárd, országgyűlési képviselő, valamint Mayer József, az Abaúj Zempléni Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás elnöke időkapszulát helyezett el április 17-én a ZHK a Bodrog-Keresztúri Regionális Hulladékkezelő Központ udvarán. Az időkapszula, közös nyilatkozat, fotó, 6 puttonyos aszú, a ZHK jelenlegi dolgozóinak a névsora, valamint az Abaúj-Zempléni Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás településeinek listája. Negyedik alkalommal rendeztek labdarúgó tornát a fiatalon elhunyt Erdei István rendőr-törzsőrmester emlékére április 18-án Taktaharkányban. Az Apácai Csere János általános iskolában rendezett programra sok barát, kolléga és emlékező látogatott el. Elsőként egy csendes menetben a 100-nál is több emlékező felkereste Erdei István nyughelyét a taktaharkányi temetőben, ahol családja, barátai, ismerősei, rokonai helyezték el az emlékezés koszorúit. A sír mellett Szatmári Melinda, az általános iskola igazgatója mondott beszédet. Az igazgató azzal kezdte az emlékezést, hogy 2011. április 20-án és az azt követő szombati napon futótűzként terjedt a rettenetes hír, amit nem tudtak elhinni, hogy Erdei István egy tragikus balesetben életét vesztette. Ez a hír mindenkit összeköt, akkor is, ha előtte nem ismerték egymást, hiszen ugyanazt a fájdalmat érzi mindenki, és senki nem érti, hogy miért kellett ilyen tragikus körülmények között elmenni egy ilyen fiatal gyermeknek, 24 évesen. Szatmári Melinda az elhunyt egyik barátjának sorait idézte fel, aki kijelentette, hogy sohasem tud róla múlt időben beszélni, mert számára ő nem volt, hanem van. Az űr, amit maga mögött hagyott, kitölthetetlen, és megtiszteltetésnek vette, hogy barátjának tekinthette. Egy kirándulás örömeit idézte fel, amikor még tele voltak reményekkel, együtt a barátokkal. Világot akart látni István, élni akart, amit a barátok tudnak majd megtestesíteni, de azzal a tudattal teszik, hogy lélekben együtt lesznek mindig az elhunyt barátjukkal. Ezután egy perces néma főhajtással emlékeztek meg a jelenlévők a rendőr-törzsőrmesterre. A hagyományoknak megfelelően az első alkalommal a gyászoló család által felajánlott vándorsellegért folyt idén is a küzdelem, melyet tavaly a Szerencsi Teremfoci csapata vitt el. Egy főhajtás mellett a kupát elhelyezték barátjuk képe mellett. Majd Bodnár Zoltán csapatkapitány emlékezett meg az elhunytról. A csapatkapitány szólt arról, hogy tavaly az esélytelenek nyugalmával indulhattak, mégis ők vehették át a kupát. Bodnár Zoltán kiemelte, hogy István mindig hiányozni fog a csapatból.
A gyász egyetemleges, de mindig a magunk módján fejezzük ki. Akik részt vesznek ezen a tornán, azzal gyászolnak, ami István számára a legfontosabb időtöltés volt, a focizás. Majd a Sprite Dance Club növendékei léptek fel táncukkal. Újra Szatmári Melinda, az általános iskola igazgatója vette át a szót, aki elmondta, hogy a család úgy döntött, hogy ebből a fájdalomból építkezni fog, olyan módon, hogy minden évben megszervezik ezt az emléktornát. Nem elvenni akarnak, hanem adni az emlékezés örömét, még ha fájdalmas akkor is, és építkezni szeretnének a sporton keresztül. Nagy öröm a család számára, hogy 15 csapat fogadta el a meghívást. Két pályán zajlott a megmérettetés, kint a községháza mellett és bent az általános iskola tornatermében. A mérkőzések sportszerűen zajlottak, méltóképpen tisztelegve így Erdei István emléke előtt. A kupát idén a miskolci hivatásos tűzoltó parancsnokság csapata vitt el, a második helyet a miskolci készenléti rendőrség 10. osztálya szerezte meg. A képzeletbeli dobogó 3. fokára a taktaharkányi ifi gárda állhatott fel. A Társadalmi Megújulás Operatív Program Innováció a Bocskaiban című pályázat keretében a Bocskai István Katolikus Gimnázium tanulói országismereti versenyen vettek részt április 16-án a középfokú oktatási intézményben. A megmérettetésre 11-5 fős csapat nevezett, akiknek 5 feladatot kellett megoldaniuk. A nyelvi hét keretein belül a német nyelvet tanuló bocskaisták mérhették össze tudásukat szép kiejtési és országismereti versenyen. A megmérettetés népszerűségét az is bizonyítja, hogy 15 darab, 5 főből álló gárda nevezett az április 16-ai országismereti vetélkedőre. A diákoknak többféle feladatot kellett megoldaniuk, melyek között szerepeltek országismereti kérdések, zenefelismerés, plakátkészítés, szövegértési nyelvi feladatok és térképfelismerés is. Toplenszky Zalán, a katolikus gimnázium tanulója szívesen vett részt a nyelvi hét programjain, melyről örömmel számolt be televíziónknak. A német hetet egy próba nyelvvizsgával kezdtük, ahol egy reális képet kaphatunk arról, hogy milyen is a német nyelvi tudásunk. Szerdán pedig egy szép kiejtési vetélkedőt rendezett az iskola, aminek a témája a szerencs, a szerencsi vár volt. Csütörtökön pedig egy német országismereti vetélkedőn vettünk részt, ahol többek közt Svájc, Ausztria és Németország nevezetességei, híres emberei szerepeltek a kérdések között. Hogyan szerepeltél ezeken a versenyeken, illetve ki volt az, aki segített neked a felkészülésben? Próbáltam minél aktívabban részt venni mindenben, megpróbáltam a magam kis részét kivenni.
A német tanárok nagyon készségesen segítettek nekünk, az én német tanárom is segített nekünk a felkészülésben, de a vetélkerű csapatmunka volt, így meg tudtuk osztani a feladatokat. Mióta tanulod a német nyelvet, és készülsz-e most nyelvvizsgára? Mivel én Rátkáról származom, ezért én már óvodáskorom óta megismerkedtem a német nyelvvel. Már óvodában elkezdtünk dalokat tanulni, iskolába megismerkedtünk a német nyelvtannal, a német kultúrával, képítettünk német kapcsolatokat, cserediák programokat, és most gimnáziumban ezt folytatva szeretnék nyáron egy német középfokú érettségit letenni. A nyelvi hét zárásaként április 17-én tartották a megmérettetés eredményhirdetését, ahol az országismereti verseny legkiemelkedőbb tanulóit és a szép kiejtési verseny legjobbjait is jutalmazták. A szép kiejtési versenyben harmadik lett Visnyánszki Dalma, második helyen végzett Toplenszki Zalán. Az első helyet Krajnyák Enikő szerezte meg. Az országismereti vetélkedőn a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 10. A osztály csapat állhatott fel, a második helyet a 12. H osztály lett. Az első helyet a 11. A osztályosok gárdája szerezte meg. Szabó Siegfried reflexológus előadását hallgathatták meg az érdeklődők április 16-án a Rákóczi Várlovak termében. Az előadó az érdeklődőknek bemutatott egy gyógyhatású étrendkiegészítő készítményt, melynek pozitív hatásáról 4 elégedett fogyasztó is beszámolt. A termék fogyasztása esetén távoznak a szervezetből a felesleges salakanyagok, melynek pozitív hatását az előadó szerint már egy hét múlva tapasztalhatjuk. Ennek az étrend kiegészítőnek az a szerepe, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a sejt közötti állományból kiürüljenek a káros anyagok, mind az artériából, mind a nyirokrendszerből egyaránt. A májba bejutva kényszerítik azt egy nagy mennyiségű epetermelésre, ami a lényegét adja az egész folyamatnak. De ez semmit nem ér, ha nem tartják be mindazt, ami elő van írva. A termék feltalálója úgy fogalmazott, hogy ez egy kulcs, ami elindít egy versenyautót, de ezután még sok mindennek kell megfelelni. Ahhoz, hogy az epe folyamatosan ürülni tudjon, mert rendszeresen telítődik, kötelező minden étkezésnél zsírt bevinni. Csak állati zsírokról van szó, kacsa, liba, sertészsír, illetve zsíros termékek, hurka, kolbász, sonka, kenőmájas, szalonna, csülök, stb. Lehet zsíros kenyér formájában, vagy a zsírt beletesszük a levesbe, főzelékbe, a lényeg, hogy bejusson a szervezetbe. Az étrend kiegészítő semmit nem használ, ha nem viszünk be kellő zsírt a szervezetbe. A továbbiakban a termék feltalálójától azt is megtudtuk, hogy hogyan lehet egy év alatt 30-nál több kilót fogyni. Ez a termék egy hosszú láncú fehérjéket tartalmazó étrend kiegészítő, amelynek az a szerepe, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a sejt közötti állományból kimennek a káros anyagok, ugye az artéria vén a nyirokrendszerből is. Ezek bejutva a májba kényszerítik a májat egy óriási mennyiségű epetermelésre, és ez a lényeg az egésznek. De semmit sem ér, hogyha nem tartjuk be mindazt, ami elő van írva. Ahhoz, hogy az epe ürülni tudjon folyamatosan, mert folyamatosan telik, kötelező minden étkezésnél zsírt bevinni. Csak állati zsírokról van szó, kacsaliba, sertészsír, illetve zsíros termékek, kurka, kolbász, sonka, szalonna, kenemás, disznózacsi, csülök, vagy egyéb formában zsíros kenyér, vagy bármelyik zsírt betesszük az levesbe, főzelékbe. A lényegét annak, hogy az étrendet át kell állítani, amivel biztosítjuk az epének a hosszú ürülését, és az enzimek hosszú ürülését, és a csodát az epe és az enzimek végzik el csak. Mi az, amit a termék fogyasztásánál be kell tartani? Hát a termék fogyasztásánál az nagyon szigorú étrend van, amit ha az ember csak egyszer vét két hetente, akkor lenullázza az egésznek a hatását. Tasnádiné Lipták Szabina, életmódtanácsadó szólt arról, hogy ennek a találkozónak az a célja, hogy megismertessék ezt a terméket az érdeklődőkkel, ami természetes alapanyagú készítmény, melyel szeretnének segíteni az embereken. A gyógyszerek helyett van más megoldás is, ami új életet adhat szervezetünknek. Szeretnénk az emberekkel megismertetni ezt a terméket, illetve az embereken segíteni szeretnénk, mivel van megoldás a gyógyszerek helyett. Egy természetes alapanyagú termék, ami szinte
majdnem mindenre tud megoldást nyújtani. És szeretnénk majd szerencsén egy Regenor klubot alakítani, ahol várjuk majd a fogyniváló, illetve méregtelenítén és egyéb problémákkal rendelkező embereket, akiknek megoldást tudunk találni, illetve javasolni. Az előadásban elhangzott, hogy amikor a szervezet évtizedeken át el van piszkosodva, tömítődve, az csak óriási mennyiségű epével lehet kitisztítani, ezért van szükség arra, hogy sok epét termeljen szervezetünk. A program keretében a terméket kipróbálók megosztották a kedvező tapasztalataikat az érdeklődőkkel. Az egyik ilyen személynek sikerült a szer használatával 7 kilót lefogynia a terhessége után, és az epe görcsei is megszűntek. Plusz eltűnt a narancsbőre is. Egy másik kipróbáló 29 kilót fogyott egy év alatt, és azóta figyel az étrendjére, csak zsírral főz, szalonna és kolbász mindig van a tányérban. Egy másik személy 17 kilót fogyott 4 hónap után, majd sikerült a meddőségtől megszabadulnia. A Rákóczi várba látogatók egy sajátos étrend kiegészítővel ismerkedhettek meg. A zsíros ételek kedvelői mindenképpen megtalálják a számításukat, hiszen a szigorú étrend éppen ezt írja elő. Az elmúlt évek hagyományait követve az idén is megemlékezett április 20-án Szerencsváros önkormányzata az 1605-ben Szerencsen megtartott fejedelem választó országgyűlésről. A református templomban ünnepi műsorral kezdődött a programsorozat, majd a képviselőtestület ünnepi ülésén adták át a helyi kitüntetéseket. Az ünneplők, intézmények, diákok Malhin, Rozsnyó, Nyárádszereda és Podgora testvérvárosok delegációi Bocska István szobránál gyülekeztek. Az ünnepség előtt a Szerencsi Fanfár Fiatal Fúvósok Egyesülete hazafias dallamokat játszott. Ringer István tárogatójátéka mellett Magyarország kormánya nevében Csampa Zsolt, a belügyminisztérium helyettes államtitkára és Mennyi Roland országgyűlési képviselő helyezte el az emlékezés virágait Bocska István bronzszobránál. Ezután Szerencsváros önkormányzata, intézmények és civil szervezetek képviselői helyezték el koszorúikat. Az ünneplők átvonultak a Szerencsi Református templomba, ahol az emlékező Gál András, a Bocska István Katolikus Gimnázium igazgatója köszöntötte. Az igazgató beszédében kiemelte, hogy ez az április 20-ai megemlékezés arról szól, hogy a szabadságharc sikerein felbuzdulva a rendek Bocska István Magyarország fejedelmévé választották. A fejedelem által vezetett szabadságharc beírta Szerencs nevét a magyar és az európai történelembe. Gál András többek között arról is szólt, hogy Bocskai csatatereken és a tárgyaló asztalnál aratott sikerei és győzelmei mentették meg nemzetünket a pusztulástól. A szónok hangsúlyozta, hogy ezt a jó példát követték később Rákóczi, Kurucai, Kossuth honvédjei és az 56-os ifjak is. Börzsönyi József nyugalmazott református esperes köszöntőjében hangsúlyozta, hogy Bocska Istvánt kortársai a magyarok Mózesének tekintették, valamint a betelepített hajduk édesapjának is nevezték. Ezután Nyakas Miklós nyugalmazott múzeumigazgató ismertette a népes hallgatósággal a saját szerkesztésében megjelent Szerencsi kiáltvány kiadását. A hiteles dokumentum alapjául egy német nyelvű nyomtatvány szolgált, amelynek tudományos kutatásait ő végezte el először. Ez a dokumentum másolat a Hajdúsági Múzeum történeti adattárában megtalálható napjainkban is. Az előadó hozzátette, hogy 1945 előtt került ez a ritkaság egy aukció alkalmával a Hajdúsági Múzeumhoz.
Az is elhangzott, hogy ezt a kiáltványt, amit 1605. április 2-án Szerencsén keltezte Bocska István, Kátai Mihály és Pécsi Simon írta alá. A református templomban ünnepi műsorral, versekkel, dalokkal emlékeztek a 410 esztendővel ezelőtti szerencsi történelmi eseményekre. Rákóczi Vár színház termében megtartott ünnepi önkormányzati ülésen a himnusz elhangzása után a szerencsi férfi kar mutatta be az alkalomra készített műsorát. Ezután Koncz Ferenc köszöntötte az esemény résztvevőit, testvérvárosi delegációkat és az érdeklődő közönséget. A polgármester beszédében kiemelte, hogy Szerencsén minden kő a történelemről beszél, hiszen a szerencsi református templomban van eltemetve Rákóczi, ahol 1605-ben országgyűlés is volt. A Szerencsén megtartott országgyűlés a szabadságharcnak is része volt, amely oly sok vesztes küzdelem után eredményesen zárult. A polgármester többek között a cukorgyár bezárásáról is szólt, amely a város újkori történelmét jelentette. A cukorgyár 2008-as bezárását követően is Szerencs élni akar, melyért a város vezetése mindent meg is tesz. A köszöntő után Koncz Ferenc ajándékcsomagot adott át Hegyalja kincseiből Csampa Zsolt helyettes államtitkárnak. Ezt követően Csampa Zsolt lépett a mikrofonhoz, aki hangsúlyozta azt, hogy bízik abban, hogy a nagymúltú város Szerencs a jövőben is élni fog, melynek megvalósításához a kormányzat segítségére is számíthatnak. Az államtitkár kiemelt, hogy a kormány nagy segítséget nyújtott Szerencsnek is a konszolidáció kapcsán, mellyel a jelentős adósságállománytól is megszabadult a város.
Az is elhangzott, hogy a magyar kormánynak fontos szerencs, hiszen járási hivatalt és korszerű kormányablakot is kialakítottak. Csampa Zsolt azt javasolta a polgármesternek, hogy erősítsék a sportturizmust a városban. Az ünnepi gondolatokat követően kerültek átadásra a város önkormányzata által alapított kitüntetések. Pro Urbe szerencs elismerésben Nasrainé, Sárosi Eszter és Ecker Róbert részesült. Szerencsváros közszolgálatáért Árvai Attila és dr. Berec Anna Mária vett át kitüntetést. Szerencs tiszteletbeli polgára Marina Klein Geisenheim polgármestere és Jörg Lange Malhin polgármestere lett. Szerencsváros közösségért polgármesteri elismerő oklevelet adományozott a tragikus körülmények között elhunyt Braun Istvánnénak. Elismerésben részesült Pál Mihály, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákja, a 2014. évi szabadfogású birkózó Diákolimpia országos döntőjében elért első helyért, valamint Bukovszki Péter, a Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium tanulója, a 2014. évi sportlövő Diákolimpián elért első helyezésért kitüntetést vehettek át. A Borsodabolcs-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara küldött gyűlésének Herman Lajos kamarai díj szerencs elismerését a helyi Zemplén Szalon ruhaipari Kft. Kapta. A díjat a tulajdonosok vehették át a Borsodabolcs-Zemplén megyei kereskedelmi és iparkamara titkárától Dudás Tibornétól. A kitüntetettek nevében Nasrainé Sárosi Eszter mondott köszönetet Szerencsváros önkormányzatának és a képviselőtestületnek az elismerésért, melyet meghatódva vett át Koncz Ferenc polgármestertől és Barva Attila jegyzőtől. Szerencsváros napja programsorozat keretében április 20-án három csillagos hotelt avattak Szerencsen az Zrínyi utcában. A Meggyes Hotel 200 millió forintos Európai Uniós támogatásból újították fel és bővítették ki. A Szerencs szívében található Meggyes Hotel ünnepélyes átadására gyülekeztek a létesítmény előtt az érdeklődők, rokonok, barátok. Az átadó ünnepség résztvevőit Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd szólt arról, hogy fontosnak tartotta azt, hogy a Szerencsváros napja programsorozat keretein belül adják át a csodás háromcsillagos szállodát. A polgármester gratulált a családnak a kitartásért, hiszen csak családi összefogással lehetett ilyen szép eredményt elérni. Az üdvözlő gondolatok után Csajoszki Szabolcs görög katolikus parókus szentelte meg és áldotta meg a hotelt. A 287 millió forintos uniós támogatást élvező projekt keretében megújult szálloda 21 új szobával gazdagodott, így május 1-től összesen 29 klimatizált szobával és 62 férőhelyel kínál szállás lehetőséget. 2000-ben próbáltuk ezt megvalósítani, először csak a Meggyes Hotel, Meggyes panzióként működtünk, és hál' Istennek úgy alakult, hogy kinőttük, és próbálkoztunk egy álmtámogatás formájában ezt az új hotelt megvalósítani, hashtag sikerült, 200 millió forintos álmtámogatást tudtunk erre kiharcolni, nagy nehezen, de sikerült hál' Istenkének, és ezáltal tudtuk ezt megvalósítani, ezt a szép objektumot. Milyen szolgáltatásokat kínálnak azoknak, akik itt szeretnének majd pihenni? Hát nyilván van wellness szolgáltatásunk, ami most van folyamatban végül is. Szolgáltatásunk borászattal kapcsolatban, borkóstolással kapcsolatban, illetve túrákat, kerékpártúrákat tudunk szervezni a kedves vendégeknek. 29 szobával tudtunk bővülni, az azt jelenti, hogy 62 főre tudtuk felbővíteni a szállodánkat. Ebben vannak kettőágyas, háromágyas és van egy családi szobánk is. Itt nehéz volt, ugye, és hosszú volt ez a munka, de most milyen érzés az átadó ünnepségen itt lenni, hát, mint tulajdonos? Igen. Hát nagyon nehéz volt a beruházáson, kicsit el is húzódott, de az eredmény azért látszódik, hogy nagyon gyönyörűen szépen sikerült. Hát abban bízunk, hogy ez teljesen tökéletesen és anyagban fog működni, és arra gondolunk, hogy mindig teltházzal fogunk tudni működni. A szerencsi lakosok mi az, amit igénybe vehetnek? Szeretnénk természetesen a szerencsi lakosságnak is valamilyen szinten kedvezni, wellness szolgáltatással, illetve szeretnénk alakartos étteremmel szerencsére kicsit kirukkolni, mert szerencse nagyon gyér ez a felhozatal, úgy gondoltuk, és szeretnénk egy ilyen házias, kimondottan különleges alakartos étellel várni a kedves szerencsi lakosokat is. Mennyi munkahely teremtődött ezáltal itt most? Igen, 10 főt tudunk ezzel pluszba foglalkoztatni, de bízunk abban, hogy esetleg ezt ki tudjuk bővíteni, szeretnénk legalább még 2, illetve 3 fővel bővülni, úgyhogy olyan 13 és 15 főt fogunk tudni vele foglalkoztatni, véleményünk szerint, hogyha bejön.
Az igényes kivitelezési munkálatokat a Szerencsi Szivárvány Építőipari Kft. Dolgozói készítették el, amely egy esztendeig tartott. Az időszak az egy év, két hónap körül van. A régi hotelnak az teljes felújítása történt meg. Ez a szárny, amit itt látunk innen a Dufartól errefelé, az teljesen új, valamint befelé az udvar felé. Az teljesen új épületet készítettünk el, pincesorral együtt, első emeleten. Azt hiszem, hogy 23 szobát csináltunk benne, készült el benne, és ahogy látom, most már ki van téve, hogy 3 csillagos szálloda lett belőle. Úgyhogy minden kompletten a szivárvány csinálta, az alaptól kezdve az utolsó szög beütésig. A szálloda bejáratánál kifeszített nemzeti színszalagot Koncz Ferenc, Megyes Attila, Mennyi Roland és Csampa Zsolt vágta át, mellyel átadták a kirándulóknak, pihenni vágyóknak az épületet. A felújított létesítmény külön termében köszöntőt mondott Mennyi Roland, országgyűlési képviselő, aki beszédében kiemelte, hogy a Szerencsi Református templomban megtartott ünnepi megemlékezésen elhangzott beszédekből megtudhattuk, hogy kitartással, kemény munkával és hittel bármit el lehet érni. Az országgyűlési képviselő szerint jó úton jár a fejlődésben Szerencs városa is, nem csak a Megyes Hotel, hiszen ez egy nagy és fontos lépés a család és a város életében is. A Szerencs város napja programsorozat keretében április 18-án várudvari vigadalomba várták az érdeklődőket a Szerencsi Rákóczi vár udvarán. A Szerencsváros napjához kapcsolódó vigasságon bemutatkoztak a Szikra Tánciskola növendékei, akik fergeteges műsort adtak elő a népes közönség örömére. Élő koncertet adott délután a Groove House együttes, akik ismert dallamokkal szórakoztatták a közönséget, vidám hangulatot varázsolva a Rákóczi vár udvarára. Felcsölt a reggel, más fényben ébredt, a tegnap színét messzire vitte. Minden indul újra, város a zajjal. A várudvari vigadalom lezárásaként a fiatalok körében méltán népszerű Children of Distance zenekar fergeteges koncerttel készült a Szerencsi programra. Most sem értem, hogy merre felé nézek, és hová is igyekszem. Nem, ez nem, ez nem bomba hátra,
nyomom, rövid ilyen tart meg a lábamon. Követ a sötétbe tévedek, segít rajtam a gondoknak árjában. Veszek el egy szó, mint kettő, COD, és csak terjed a fertő. Kitaláltam, mi lehet az egységes kiáltás. Fedd van a tiéd, csak sajnom ez talán más. Elvisz a vonat, nem erre tart, amikor elfogy már az út. Elfogy az út, a konferenciám gyújt év nélkül. Nem nyersz, ha te vezet, nem úgy érsz, mint egy vándor, nincs kiút. Gyere még, mutasd magad a vakistás, hogy minden látod úgy. Gyere lángolj, állottál szor, 3 kilométer, 3 csávó, 3 levesz ki a vétel. Senki, szuperem, és csak a Peti vitt, még most is a püstlogok, hogy mit keresek itt. Elvisz a vonat, de merre tart, amikor elfogy már az út. Frankó nincs hangom, így csendek hull. Mi erre prégén van a pár marhára túlos. Tömegközlekedésnek ismeret nem fogadok. Csak kiutazok fél napokat, buszon a megboraton, de semmi gond egy. Az egész napos programon minden korosztály megtalálhatta a számára legkedvesebb szórakozást. Többen családjukkal együtt látogattak ki erre a napra. 10. alkalommal szervezték meg április 18-án a Szerencsi Pálinka és Bormustrát a Szerencsi Rákóczi Várban. A hagyományteremtő szándékkal indított rendezvény alkalmával szakavatott bírálók döntötték el, hogy kategóriánként a számos kiváló minőségű nedű közül melyeket tartják legérdemesebbnek arra, hogy díjazzák a termelőit. Az esemény ünnepélyes megnyitóján Gál Mihály köszöntötte az érdeklődőket, majd köszönetet mondott a szakembereknek, hogy részt vesznek a programon, valamint Koncz Ferenc polgármesternek is háláját fejezte ki a segítségért, amivel hozzájárult a rendezvény lebonyolításához. A rendezvényt Koncz Ferenc a város polgármestere nyitotta meg, aki köszöntőjében emlékeztette a jelenlévőket a bírálóbizottság nehéz munkájára, és hozzátette, ennyi sok minta végigkóstolása nehéz feladat lesz. Majd a beszédek után kezdődött meg az italok kiértékelése. Az eseményre érkezők megízlelhették a helyi termelők legkiválóbb borait. Eközben már javában tartott a bírálat, az asztaloknál helyet foglaló bizottságok hozzáértéssel kóstolták, majd minősítették a nevezett italokat. A szervezők felhívására összesen 54 pálinka és 53 bormintát neveztek a termelők. A nedűket 2-2 bizottság vizsgálta 100 pontos bírálati rendszerben. A zsűri döntése alapján a borversenyben Takács István 2014-es édes házlevelőjét a Signetta külön díjával jutalmazták. Béres László pedig a Tokaji Borvidék hegyközségi tanácsának külön díjával gazdagodott, a 2000-es 6 puttonyos aszújának hála. A Szerencsi Borbarátok körének díját idén Varkoly Ádám vihette haza, a 2013-as késői házlevelőjének jóvoltából. Szerencsváros különdíját Sátuklóé vehette át a 2013-as késői születelésű Ventus bora miatt. Harmadik lett Radics Barna 2011-es félszáraz Pazar furmintja, amit megválasztottak a Szerencsi Vár borának is. A második helyen Budányi János 2002-es 6 puttonyos aszúja végzett, a verseny első helyezettje Sohajda Tibor lett 2007-es évjáratú 6 puttonyos aszújával, amely kiérdemelte a Szerencsváros bora címet. Gyümölcspálinka kategóriában Szabó Róbert a Cvag ZRT külön díját nyerte el 2013-as megypálinkájával, a harmadik helyen végzett Tamás Tibor 2014-es megypálinkája, amely a Tokaji Borvidék hegyközségi tanácsának külön díját nyerte el. Tóth Dániel a második helyet szerezte meg 2014-es Kajszi Barack pálinkájával, amely Cvak Unikum külön díjára is érdemes volt. Az első helyen Danyi László végzett 2012-es Málna pálinkájával, amely Szerencsváros külön díjával is jutalmaztak. Szőlő és borszármazék kategóriában a Szigenta külön díjat a negyedik helyezett Porkoláb István nyert el, a 2014-es Törköly pálinkájának köszönhetően. A harmadik helyet Tóth Tibor a 2011-es Bikavér borpárlatával nyert el, ami a Cvak Unikum külön díját jelentette. A dobogó második fokára Varkó István léphetett, a 2014-es Sárga Muskotály Törköly pálinkájának jóvoltából, ami a Tokaji Borvidék hegyközségi tanácsának külön díjával jutalmaztak. Az első helyezett Takács István volt a 2014-es Sárga Muskotály Törköly pálinkájával, ami a Szerencsi Borbarátok köre díját érdemelte ki. A szeles, hűvös időjárás ellenére is megérte kilátogatni a 10. Szerencsi Pálinka és Bormustrára, hiszen az érdeklődők találkozhattak a finom nedűk készítőivel is, így a jelenlévők jobban megismerhették a hegyaljai italkülönlegességeket.
Szerencsváros napja alkalmából április 20-án délután a Bocska István Katolikus Gimnázium aulájában köszöntötték a kiváló tanulmányi és sporteredményt elért tanulókat. Az eseményen résztvevőket Koncz Ferenc üdvözölte, aki beszédében kiemelte, hogy a felkészítő tanárok, szakedzők kitartó munkája, valamint a szülők áldozatos támogatásai is hozzájárultak az ifjú tehetségek sikereihez. A polgármester kiemelte, hogy a Városnapja alkalmából szervezett díjátadó ünnepségen jutalmazzák azokat a tanulókat, akik megyei országos versenyeken öregbítették Szerencsváros hírnevét. Az is elhangzott, hogy ezen a napon köszönik meg a pedagógusoknak, szakedzőknek a tavalyi évben a tanulók felkészítését. Koncz Ferenc hangsúlyozta azt, hogy a Szerencsi alap- és középfokú intézményekben kiváló oktató-nevelő munka folyik, amelyet az is bizonyít, hogy ezekbe az intézményekbe többszörös a túljelentkezés. Idén a 2000-es tanuló ifjúságból 271 diák és 79 pedagógus vehetett át oklevelet. Az elismeréseket Koncz Ferenc polgármester, Nyíri Tibor alpolgármester és Egeli Zsolt alpolgármester adta át a fiatal szerencsi tehetségeknek. A Szerencsi Német Nemzetiség Önkormányzat képviselőtestülete, a Generali Biztosító Szerencsi Kirendeltsége április 19-én délután második alkalommal vízfakasztó rendezvényt szervezett a Fenyvesben. Az esemény elején a fenyőfa, csemeték, örökbefogadói, kapát, locsolót ragadtak, hogy rendbe tegyék és meglocsolják a kisfákat. Néhány kis fenyőt szépen gondoztak, neveltek a tulajdonosai, egyet-egyet még névtáblával is elláttak az örökbefogadók. A felnőttek mellett a gyerekek szórakozásáról is gondoskodtak a szervezők, a kicsik kipróbálhatták a különböző ügyességi és gondolkodtató játékokat. A rendezvény résztvevőit Árvai Attila, Szerencsi Német Nemzetiség Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd örömét fejezte ki, hogy szép számmal ellátogattak a vízfakasztó rendezvényre. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy többen szépen rendben tartották a kis örökzöld növényüket, melyhez tavaly kétszer nyújtottak segítséget a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Dolgozói. Az is elhangzott, hogy májusban egy felelőtlen gazégetés következtében számos növény elpusztult. Árvai Attila kiemelte azt, hogy a fák kipusztulása után Török Lajos 400 tűlevelű csemetét ajánlott fel a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, melyet újra is telepítettek. Az elnök ehhez hozzátette, hogy pár héten belül egy térfigyelő kamera is figyelni fogja a szerencsi fenyvesbe érkezőket azért, hogy elkerüljék a tragikus eseteket. Koncz Ferenc szerint egyedi és különleges hangulata van a helynek, amelyet nagyon kedvelnek a helyiek, szívesen jönnek ide kirándulni a szerencsiek a város zajától távol. Matis Csák Éva, a Generali Biztosító Szerencsi Kirendeltség vezetője kiemelte, hogy szeretnének létrehozni egy egyesületet azért, hogy a támogatások, felajánlások hivatalos formában menjenek végbe, majd arra kérte a jelenlévőket, hogy csatlakozzanak a civil szervezet alapítói közé, hogy elindulhasson a bejegyzési folyamat. A köszöntők után a Szerencsvárosi Sport Egyesület karate szakosztálya bemutatóval készült az érdeklődőknek, majd a szervezők paprikás krumplival is kedveskedtek az eseményre kilátogatóknak, melyet baráti beszélgetés mellett fogyasztottak el Szerencsen a Fenyvesben. A szeles időjárás sem vette el a kedvét azoknak, akik kilátogattak az április 18-án a Buffalo étterem mögötti parkolóban megrendezett régiségvására, hiszen nagyon gazdag volt a kínálat. Már hagyományosnak mondható, hogy minden hónap harmadik szombatján összegyűlnek az antik tárgya kedvelői Szerencsen. A herenciás együttes inka ősökkel büszkélkedő tagjait sem zavart a szél, és nagyon jó hangulatot teremtettek a vásáron. Legfontosabb feladatuknak azt tartják, hogy ahol csak járnak, terjesszék, népszerűsítsék szülőföldjük és ott maradt testvéreik, Amerika őslakosai, az indiánok kultúráját és muzsikáját.
Nehéz felsorolni a rengeteg portékát, amelyre a 30-nál is több sátorban lelhettünk, de azért a teljesség igénye nélkül az érdeklődők láthattak antik bútorokat, porcelán, üveg és kerámia tárgyakat, vasszerszámokat, órákat, könyveket és játékokat. Ezen felül az ínyencek is megtalálták a számításukat, mert találkozhattak tehén és kecske sajtokkal, rétesekkel, házi túrókkal, jogurtokkal és a hungarikumokkal is. A hadtörténelem kedvelői is jó helyen jártak, hiszen találkozhattak gyalogsági ásókkal, páncélokkal, kardokkal és más katonai felszerelésekkel is. Az árusok Miskolcról, Nyíregyházáról, Hajdúszoboszlóról, hegyaljai településekről érkeztek. A Szerencsi Bocska István Katolikus Gimnázium diákjai és pedagógusai április 16-án hajtottak fejet a holokauszt áldozatai előtt. Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes emlékeztette a diákokat arra, hogy az országgyűlés 2000-ben döntött arról, hogy 2001-től minden évben április 16-án tartják meg hazánkban a holokauszt magyarországi áldozatainak napját, hiszen a magyar zsidóság a nemzet része volt és marad is. Klaus Zoltán pedagógus arról szólt, hogy Európa több országában megemlékeznek az elhurcolt és kegyetlen körülmények között kivégzett zsidóságról. A pedagógus hangsúlyozta, hogy a főhajtás az egyik része az emlékezésnek, azonban az a fontos, hogy a fiatalok lelkében felépítsék azt az erkölcsi gátat, amellyel ellen tudnak állni a gonosznak. A szónok ehhez hozzátette, hogy olyan értékrendet kell továbbadni a fiataloknak és a következő generációknak, hogy ez a kegyetlen, vérrel teli esemény soha többé ne ismétlődhessen meg. Az is elhangzott, hogy a zsidókat úgy szállították a munkatáborokba vonattal, mintha nyaralni mentek volna. Az őrök és a katonák úgy végezték a munkájukat, a megalázásokat, kivégzéseket, mintha a világ legtermészetesebb dolga lett volna. Az ünnepi gondolatok után a tanulók versekkel, prózával emlékeztek meg a vérrel és szenvedéssel teli időszakra. A diákok műsora után az Árpád-hegyen található emlékhelynél Szerencsváros önkormányzat képviselői megkoszorúzták a zsidó temető falán elhelyezett márványtáblát. A Rákóczi Zsigmond Református két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskolában növendékhangverseny keretében mutatták be április 16-án zenei tudásukat a szerencsi művészpalánták. A zeneiskola épületében megtartott koncerten 25 tanuló adta elő vizsgadarabját különböző hangszereken. Ezek közül a diákok furuja, klarinét, zongora, marimba, szaxofon, fuvola, trombita, vadászkürt, tuba hangjait szólaltatták meg a rokonság és az érdeklődők nagy örömére. A rendezvényt Harkányné Kovács Katalin az intézmény vezetője nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy ennek a programnak az a célja, hogy a gyerekek felkészüljenek a májusi zempléni Lavotta találkozóra és le tudják győzni a lámpaláz okozta félelmüket. A diákokat zongorán Osztás Viktória, Szirmai Andrea, Tóth Kinga és Kósa József kísérte. A műsorok között hallhattunk a teljesség igénye nélkül Bartók, Pop, Haydn, Csajkovszki és Andersen darabokat. Egy kötelező és egy szabadon választott darabot adtak elő a gyerekek, amelyet a közönség kivétel nélkül nagy tapsal jutalmazott. A Magyar Vöröskereszt Szerencsi területi szervezete a hagyományok szerint az idén is megrendezte április 16-án a körzeti ifjúsági csecsemőgondozó versenyét. Összesen 4 általános és 1 középiskolai csapat érkezett a Szerencsi Rákóczi Zsigmond két tanítási nyelvű általános iskolába. A vetélkedő résztvevői Tótné Tőkés Tíme a védőnő köszöntötte, majd beszédében örömét fejezte ki, hogy szép számmal ellátogattak a versenyre. A zsűri tagjainak bemutatása után a vöröskeresztes és csecsemőgondozási totó kitöltésével kezdődött a vetélkedő. Az írásbeli feladat után az oktatási intézmények diákjai bemutatták a védőnök előtt a babák etetését, fürdetését, illetve a lázcsillapítását.
Az általános iskolás kategóriában a képzeletbeli dobogó legfelső fokára a szerencsi Rákóczi Zsigmond református két tanítási nyelvű általános iskola diákjai, a második helyet a szerencsi Bújai János katolikus általános iskola csapata nyerte meg, míg a harmadik helyen a megyeszói Mészáros Lőrinc körzeti általános iskola tanulói végeztek. A középiskolások mezőnyében az első helyet az abaújszántói Bárcai János mezőgazdasági iskola diákjai szerezték meg. Mindkét kategóriából az első helyezett csapatok képviselik térségünket a májusi megyei csecsemőgondozási versenyen. Az ország első bölcsődéje 1852. április 21-én nyílt meg Pesten. Ennek emlékére a Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2010-ben hivatalosan is a bölcsődék napjává nyilvánította április 21-ét. A szerencsi bölcsőde dolgozóit Angyal Györgyné intézményvezető üdvözölte, majd köszönetet mondott a gondozóknak az áldozatos, felelősségteljes munkájukért. Az intézményvezető szólt arról, hogy ez egy gondozás nélküli nap, amely nagyon ritka a gyermeknevelésben dolgozók életében, azonban ez egy jó alkalom arra, hogy a gondozók együtt legyenek és kicseréljék szakmai tapasztalataikat. Angyal Györgyné kiemelte azt, hogy felemelő és szép küldetésük van a bölcsődei dolgozóknak, azonban tudja azt, hogy a mindennapok során pozitív és negatív hatások is érik őket, de a gyerekek szeretete és mosolya átlendíti őket ezeken a problémákon. Az ünnepség végén Angyal Györgyné virágcsokorral és egy tortával kedveskedett a szerencsi bölcsődei dolgozóknak. A Húskloua határon átnyúló projekt célja az épített egyházi örökség értékeinek megőrzése, kulturális és turisztikai fejlesztése. Partneri együttműködés keretében a Miskolci Apostoli Exarhátus, mint vezető partner, a Kárpátaljai Református Egyházkerület és a Királyhelmeci Római Katolikus Plébánia közösen valósítják meg a projektet. A felújítás utáni megszentelését április 19-én tartották. A tokai görögkatolikus templom felújítása után szentelésre gyülekeztek a hívek április 19-én a szakrális intézmény udvarán. A jeles eseményre Orosz Atanász görögkatolikus püspök érkezett. Elsőként körmenettel körbejárták a templomot, majd a püspök megáldotta és megszentelte a megszépített épület minden szegletét. A jelenlévők vallási énekeket dalolva vonultak be Istenházába, ahol hálaadó szentmisén vettek részt. A Húskloua határán átívelő projektből újult meg a helyi görögkatolikus templom a hívek nagy örömére. Partneri együttműködés keretében a Miskolci Apostoli Exarhátus, mint vezető partner, a Kárpátaljai Református Egyházkerület és a Királyhelmeci Római Katolikus Plébánia közösen valósították meg a projektet, melynek célja az egyházi, közös, kulturális és épített örökség megőrzése és a térség vallási és egyház közeli tevékenységeinek megerősítése. A fejlesztés MP támogatással valósult meg, melynek becsült összköltsége 394.034 euró. A tokai beruházás elsősorban görögkatolikus templom szakrális épület szerkezeti megerősítése és külső felújítására irányul. Ezáltal a műemléki épület Tokaj város turisztikai attrakciójával és a görögkatolikus egyházi hitélet méltó helyszínévé válik. Hát egy nagyon fontos lépése a felújítás. Nagyon régóta terve van már az, hogy a görögkatolikus templom homlokzata is megújul. Azt hiszem, nem csak a görögkatolikus híveknek nagy öröm lesz, hanem a városnak is. Ha a világörökségi magterületen egy megújulás, egy átalakulás történik, ami a előre mutat, az mindenképpen fontos a város életében is. Úgyhogy én személy szerint rettenten örülök annak, hogy ez megoldódott, és hát külön örülök, hogy püspök atya fogja felszentelni. És hát minden lehetőség most már adott arra, hogy tényleg ez a templom megújulva a híveknek a megelégedését szolgálja, még a belső térnek a kifestése van hátra, úgy néz ki, hogy ez is lassan meg fog oldódni, tehát azt gondolom, hogy a görögkatolikus templom tényleg hű lesz a városhoz, és hű lesz ahhoz a hagyományhoz, amit a görögkatolikusok itt képviselnek Tokajban. A város vérkeringésében milyen szerepet fog játszani a felújított templom?
A városnak az életébe eddig is belefolyt a templom. A templomban rendezvények, koncertek voltak, természetesen ami ugye a templomhoz illik, és azt gondolom, hogy ezután még szebb körülmények között, és még kellemesebb érzésekkel fog idejönni mindaz, aki egy át akarja élni ennek a templomnak a hangulatát, illetve azokat az eseményeket, amelyeket itt elsősorban koncerteket tartanak, annak az élményeivel gazdagodva fog távozni a templomból. Tokaj legrégibb temploma a görög katolikus templom, amely egy deszkából, fából emelt cerkót váltott fel. A túlzott forgalom és az elhasználódott épület teljes felújítására szükség volt, hogy megvédjék a teljes pusztulástól a szép épületet. A program részét képezik olyan vallásturisztikai információs pontok létrehozása Tokaj, Mezővári és Királyhelmec településeken, melyek regionális vallásturisztikai interaktív információs központként szolgálnak majd. Ezen központok egyben kiállítótérként is funkcionálnak a jövőben. A Szerencsi Horgász Egyesület április 19-én rendezte meg a hagyományos Pisák Lajos horgász versenyét Szerencsen a Homokostavon. A rendezvénnyel az egykor neves helyi horgász emlékének tiszteleg a civil szervezet. Az idei év bajnokságát is megelőzte a vízbe a haltelepítés, ez alkalommal 4,5 mázsapontyot telepítettek a tóba. Az idén 48-an neveztek, így a kis tavacska partját benépesítették a versenyzők. A szabályok szerint egy horoggal és úszóval rendelkező bottal lehetett szerencsét próbálni. A csalik között csemege, kukorica és csonti egyaránt szerepelt. Kora délelőtt tavaszi idő várta a versenyzőket, azonban a rendezvény időtartam alatt élénk volt a szél, ami kihívás elé állította a résztvevőket. A rendezvényen az egykor neves helyi horgász emlékének tiszteleg a civil szervezet, aki több évtizeden keresztül meghatározó volt a sportág életének a szervezésében. Sokan sajátították el tőle a tudást, amivel sikeresebbek lehettek a horgászatban. Ezen túl emberi értékei kivívták a sportág tiszteletét. Csupán erre a két hétre jöttem haza, hogy ez alatt a két hét alatt meglátogassam a Szerencsi Horgász Egyesület idei versenyét. Ez az első alkalom, hogy részt veszek rajta körülbelül 35 év után, és ez az apropója, hogy itthon vagyok. Miért döntött úgy, hogy támogatja anyagilag ezt a versenyt? Ugye nem ez az első alkalom, hogy hozzájárul a díjazáshoz, illetve hogy nem kell fizetni nevezést a versenyzőknek. A Szerencsi TV-n keresztül követtem a Szerencsi Horgász Egyesület évi közgyűléseit, aminek a figyelése alatt rájöttem arra, hogy szükség van arra, hogy anyagilag támogassák az Egyesületet, és meg tudja rendezni ezt a közösségi versenyt. Mert ebben a versenyben a leglényegesebb dolog nem a horgászverseny és a horgászat, hanem a közösség együttléte. Tehát csupán ez a szándék vezényelt, hogy megpróbáljak segíteni, mint régi szerencsi férfi. Mit tapasztalt itt a verseny alatt, ugye ellátogatott ide, milyen érzés volt itt találkozni a szerencsiekkel? Mosolyt derített az arcomra, annyi sok arcot megismertem, megláttam, név szerint nagyon sok embert ismerek, de arc szerint sokkal többet, az arcmemóriám sokkal jobb, úgyhogy mosolyt öntött az arcomra és a szívembe, hogy itt lehetek, nagyon jól érzem magam, nagyon kellemes nap volt eddig. Jövőre is megrendezésre kerül a verseny, ellátogat-e ide jövőre? Ígérni nem ígérek semmit, de abban biztos vagyok, hogy ez az első alkalom volt, de hogy nem az utolsó, az biztos. 12 órakor véget ért az emlékverseny, majd összegezték a szervezők az adatokat és eredményt hirdettek. Az emlékversenyen részt vett a megmérettetés szponzora, ifjabb Spisák Lajos is. A vásárlási utalványokat Honfi László, az Egyesület elnöke és Sashalmi József adták át a díjazottaknak. Felnőtt férfi kategóriában a harmadik helyet Csóka Zoltán szerezte meg, második helyen végzett Kuti Ádám, és a képzeletbeli dobogó legfelső fokára Lakatos Dénes állhatott fel, aki idén 14,88 kg-os teljesítményével hazavihette a Spisák Lajos emlékverseny vándorserlegét. Ifjúsági kategóriában Pallagi Roland, gyerek kategóriában második helyen Kis Nándor végzett, és az első lett Bernát Milán. A nők közül a második Bodó Józsefné lett, míg az első Sashalminé Hornyák Gabriella lett.
A legnagyobb ponty Lakatos Zoltán horgárakat, súlya 3,37 kg volt, a legkisebb halat Bodó Józsefné fogta ki. A nagy érdeklődése való tekintettel a Szerencsi Horgász Egyesület a tervek szerint jövőre is megrendezi a Spisák Lajos emlékversenyt a Szerencsi Homokostavon. WPC erőemelő, fekvenyomó és felhúzó magyar bajnokságot szerveznek május 16 és 17 között Szerencsen a Kulcsár Anita sportcsarnokban. A verseny népszerűségét az is bizonyítja, hogy május 1-i előnevezésig már 200-an regisztráltak. A VPC szövetségbizottsága dönti el azt, hogy az adott esztendőben melyik városban szervezik meg az erőemelő, fekvenyomó és felhúzó magyar bajnokságot. Az idei esztendőben a szerencsi származású Fazekas János, a VPC szövetség versenyzője és versenybírója nyújtott be pályázatot arra, hogy Szerencsen a Kulcsár Anita sportcsarnokban bonyolíthassa le a versenyt. A szakmai grémium pozitívnak értékelte Fazekas János által beadott projektet, így Szerencs városa adhat otthont a rangos megmérettetésnek. A versenyző Szerencsen nőtt fel, a kisvárosban élte gyermekkorát, ezért úgy érezte, hogy a település alkalmas lehet arra, hogy megrendezzenek itt egy színvonalas országos bajnokságot. A megmérettetése jelentkezők fekvenyomás, erőemelés és felhúzás kategóriában indulhatnak különböző kor- és súlycsoportban. Különböző versenyszámokban vagy szakágokban lehet elindulni, így három fő szakág, ami most indulni fog, a fekvenyomás, az erőemelés, illetőleg a felhúzás. Ebben különböző súlycsoportok vannak, amik ugye a versenyszabályzatban, illetőleg a versenykírásban megtalálhatóak, illetőleg korosztályokra bontjuk a versenyzőket, így ifjúsági, junior, open, azaz felnőtt, illetőleg a masters, az az idősebb korcsoport. Mik ezek a sportágak, mit lehet ezekről tudni, és mi az, ami így külső szemlélő figyeljen majd ezen a versenyen? A napesetben elmondható, hogy maga az anyasportág, a powerlifting, az az erőemelés nem tőlünk indult, tehát mi átvettük ezt a sportot. Ő három darab fogásból áll, így ahogy mi ismerjük a fekvenyomás, a guggolás, illetőleg a felhúzás versenyszám, majd a három elért összeredményből kapunk egy teljes összpontszámot, amely alapján ugye a helyezések meg állapítása kerülhetnek. Ebből vált ki a későbbiekben a fekvenyomás, amiről úgy gondoljuk, hogy mostanában az elmúlt 4-5 évben nagyon-nagyon nagy tábor tud megmozgatni. Egyre többen művelik a sportot, nagyon sok, aki amatőr, próbálkozó, illetőleg akár versenyzői szinten ott van ebben a sportágban. Elmondható továbbá az is, hogy a magyarok a világszínvonalban talán az egyik legjobbak mind három szakágban. Bevezettük 2015-től az online nevezést, ami ugye egy internetes felületen ad lehetőséget a versenyzőknek a korábbi évekkel szemben arra, hogy nevezzenek. Egyszerű négy kattintásból áll össze, amelyben beírja a versenyző a nevét, a kategóriáját, illetőleg melyik versenyszámba kíván indulni. Jelenlegi online nevezés körülbelül 8-10 napja van kint, amely több mint 200 előzetes nevezés regisztrált ez idáig, a nevezés pedig május 1-ig van nyitva. Mi úgy gondoljuk, hogy mivel a rendezvény egy országos szintű reklámot kapott, a nagyobb dömping, mondjuk így, hogy dömping a későbbiekben várható. Önmagában azonban az, hogy mi meghirdetünk egy versenyt, lehet, hogy kevés ahhoz, hogy egy laikus, egy kívülálló eljöjjön és ezt megnézze. Ezért jutottunk dűlőre az önkormányzattal abban, hogy próbáljuk meg egy kicsit feldúsítani, felpestíteni ezt a programot városi rendezvényekkel, hozzunk oda élő koncertet, hozzunk oda kulturális rendezvényeket, hozzunk oda magában egy expót, ami erről a versenyről egy kis betekintést adhat a külsős emberek számára, érdekesebbé teheti, és azt az embert, aki még soha nem volt ilyen versenyen, de érdekli a sport, eljöjjön, megtalálja a lehetőséget, megtalálja azt, amit szeretne, és lásson, érdekességet lásson. A VPC magyar bajnokságon a legjobb magyar fekvenyomók és erőemelők vesznek részt, a jelentkezők magas aránya azt is bizonyítja, hogy az elmúlt 4-5 esztendőben egyre népszerűbbé és kedveltebbé vált ez a sportág a magyarok körében. A magyar bajnokságra május 1-ig várják a jelentkezőket, akik elfogadják a VPC versenyszabályzatban foglalt feltételeket. Május 16 és 17-e között pedig minden érdeklődőt vár a VPC erőemelő, fekvenyomó és felhúzó magyar bajnokság és kísérő rendezvényei Szerencsen a Kulcsár Anita sportcsarnokban. Az idei Szerencsváros napi rendezvénysorozat keretében tartották április 19-én 8. alkalommal a Szerencsváros kupa asztali tenisz másod- és harmadosztályú férfi egyéni és páros versenyt.
A rangos megmérettetésen a szerencsiek is képviseltették magukat, hiszen összesen 14, 6 igazolt és 8 amatőr versenyző állt az asztalok mögé. A sportág versenyzői városkupa, extra kupa, összevont páros, újonc kategóriában mérhették össze felkészültségüket. A múlt évben 43 fővel lebonyolított 7. szerencs városkupa asztali teniszverseny nevezési létszámát messze meghaladva az országos versenyek jelentős megmérettetései közé került a 8. szerencs városkupa nemzetközi asztali teniszverseny. A mérkőzés 12 asztalon április 19-én délelőtt 10 órakor kezdődött és este 20 órakor az 554. mérkőzéssel fejeződött be. A versenyre nevezett játékosok Rozsnyóról, Budapestről, Miskolcról, Nyíregyházáról, Egerből, Békésből, Tiszaújvárosból, Hajdúnánásról, Ózdról, Sárospatakról, Sátoraljaújhelyből, Kisvárdáról, Apagyról, Széchenyből, Abaújszántóról, Nagybarcáról, Dédestapolcsányból, Ongáról és Tiszakesziből érkeztek. A megjelent sportolókat és vendégeket Csorba István szakosztályvezető köszöntötte. A 8. szerencsváros kupa Salamon István a Szerva ASE Széchenyi játékosához került idén. Stadler Tamás a Szerencsvárosi Sportegyesület legeredményesebb játékosa a 3. helyen végzett. Szerencsvárosi Sportegyesület kosárlabda csapata április 15-én a Szolnoki Olaj KK együttesével mérkőzött a Szerencsi Kulcsáranita sportcsarnokban. A mérkőzésen 86-94-es vendéggyőzelem született. A rájátszás következő találkozóját április 17-én játszották a szerencsi fiúk a Hajdú Hatházi Farkasok ellen, amely 96-97-es vendéggyőzelemmel ért véget. A rájátszás első két mérkőzése nagyon érdekes képet mutatott a szerencsi gárdáról, míg a Szolnok elleni mérkőzésen, bár voltak halovány győzelmi esélyeik, nem mutattak igazi csapatjátékot. A Hatház ellenin viszont régen nem látott egységben küzdött a csapat. Az első találkozón ebben a ligában felfelé kilógó játékos verte meg a hazai csapatot úgy, hogy esélyük sem volt őket levédekezni. A második mérkőzésen egy jól szervezett csapattal találkoztak, ahol az extra játékost végül is hatékonyan tartani tudtuk, és csak a bal szerencsén múlott, hogy nem nyertek. A Szolnok elleni mérkőzésen nem érdemeltek győzelmet a szerencsiek, a másodikon viszont nyerhettek volna kis szerencsével, de még a győzelemnél is sokkal fontosabb az, hogy mennyire nagyot küzdött, és helyenként még jól is játszott a csapat. A Szerencsvárosi Sportegyesület kézilabdás lányai április 18-án fogadták hazai pályán az M-handball első csapatát a Kulcsáranita sportcsarnokban. A szerencsi kézilabdás lányok álomszerűen kezdték a mérkőzést. Kitűnő védekezéssel, labdaszerzésekből, gyors, könnyű gólokkal, 4 találattal eltávolodtak az ellenféltől. A 7. perc után életre kelt a miskolci gárda, valamint a hazaiak részéről a sorozatban gól nélküli támadásoknak, egymás utáni labdaeladásoknak köszönhetően az első félidő 16. percére kiegyenlítettek a vendégek. Ezt az ostromot még sikerült visszaszorítani, így a hazaiak 2 gólos előnyével fordulhattak a csapatok. A második félidő képen nem sokban változott, a megyeszékhelyiek a 6. percben átvették a vezetést. A szerencsi lányok futottak az eredmény után, a találkozó vége előtt 8 perccel sikerült kiegyenlíteniük, majd megfordítani a mérkőzés állását, de a miskolciak sem adták magukat könnyedén. Az utolsó 1 percnél még döntetlen volt az állás, ám a hazai pályán az ellenfélnek befújt büntetővel végképp megpecsételődött a meccs kimenetele. Szerencsvárosi Sportegyesület M-handball SE kézilabda mérkőzés 24-25-ös vendéggyőzelemmel zárult. Budapesten az Aprel lőtéren rendezték meg április 18-án a tavaszi utánpótlás kupa 3 fordulós versenysorozat első megmérettetését. Vukovszky Péter 2 versenyszámban foglalt előállást. Az ifikorú Péter ezúttal a junior fiúk 60 lövéses fekvő számában egy nagyon szép körettséggel a 3. helyről várja a folytatást, míg a junior fiúk 3 testhelyzetű 3x20 lövéses versenyszámában a 2. helyen végzett. Gombos Levente élete első 50 méteres versenyén a junior fiúk 60 lövéses fekvő számában 591,6-es körettséget elérve szintén előkelő helyről várja a hátralévő fordulókat.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei keleti csoportban szereplő Szerencsvárosi Sportegyesület labdarúgó csapata április 18-án Mezőzombor otthonában vendégszerepelt. A szerencsi fiúk jól játszottak, hiszen Szívós Márk, Gombos Ádám, Nagy László, Erdei Zoltán jó voltából 5 találatot szereztek a csapatnak. Szerencsvárosi Sportegyesület Mezőzombor labdarúgó mérkőzés 0-5 arányú szerencsi győzelemmel ért véget. A megyei másodosztályú bajnokság április 18-án és 19-én megtartott 23. fordulójának eredményei. Tisza Karát Hidas Németi 2-1, Posa FC Pálháza Garadna 3-2, Bodrog Halom Boldogkőváralja 7-0, Mezőzombor Szerencs 0-5, Gönc Kenézlő 2-1, Tokaj Abaújszántó 4-1, Hollóháza Bodrog Kisfalud 1-1. A 23. forduló után a tabellát 52 ponttal Szerencs vezeti, a 49 pontos Tokaj és a 42 pontos Abaújszántó előtt. Így a hazaiak a győzelemmel az első helyen állnak a 16 csapatot felvonultató mezőnyben. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda tájékoztatása szerint Szerencsen és térségében a jövő hét első felében nyugat felől hidegfront éri el hazánkat, ami kedden esők, záporok, zivatarok, viharossá fokozódó szél kíséretében át is vonul felettünk. A jövő hét második felében visszatér a napos, kellemesen meleg, tavaszi idő. Reggelre általában 3 Celsius fokig csökken a hőmérséklet, napközben 25 fokig melegszik a levegő. Szerencsen és térségében hidegfronti hatásra kell számítani. Tisztelt nézőink! A Szerencsi Televízió térségi krónika című műsorát látták. Adásunkat vasárnap 19 órától, kedden 19 órától, valamint szerdán 10 órától ismételjük meg. Új műsorral legközelebb május 3-án jelentkezünk. Kérdéseiket, észrevételeiket a 0620 943 0228-as telefonszámon és az infokukat@szerencsitv.hu e-mail címre, vagy a Szerencsi Televízió 3901 Szerencs postafiúk 44 címre várjuk. Bővebb információkat honlapunkon a szerencsitv.hu oldalon olvashatnak. Kérjük Önöket, hogy kövessék figyelemmel híreinket a Szerencsi Televízió hivatalos Facebook oldalán is. Köszönöm a figyelmüket, kellemes hetet kívánok! Viszontlátásra!